epic story is epic. Üdv mindenkinek, én Sherman vagyok, ez itt a Sentinel Kritika. Most pedig beszéljünk Michael J. Sullivan Birodalom születik című regényéről, mely a Riria Krónikák harmadik, magyarul legfrissebben megjelent kötete. Nagyon vártam ezt a könyvet, mert a második kötet után már bebizonyította Sullivan, hogy igenis tud írni, tud érdekes dolgot is mutatni, és ez a kötet basszus még az előzőt is felülmúlta. El se tudtam hinni, mikor látettem, hogy mennyivel, de részletezzük egy kicsit. Melengár a háború közepén áll. A Nephronita birodalom terjeszkedik. Arista Essendon hercegnő felbérli Hadrian és Royce-t, hogy kísérjék el őt egy találkozóra a királypárti nemzetevőekkel, akikkel szövetségre kíván lépni. A Modinára átkeresztelt Trace bábcsászárként ül a trónon, és szemmel láthatóan erősen leépítették őt mentálisan, hogy ne tudjon kormányozni. És ha ez nem lenne elég, a Riria is válsághelyzetbe került. Hadrian megunta az állandó harcot, és ki akar lépni Royce-szal alkotott csapatából, mert meg akarja keresni az őt hivogató magasabb célt. Eközben Royce igyekszik titokban tartani az Ezra Haddon által elárult történetet az örökösről és az őrzőjéről, egyrészt mert nem akarja Hadriant elveszíteni, másrészt mert nem hisz teljesen a varázslónak. Ez ebből lejön, hogy ez a harmadik kötet már tényleg az a nagy eposzi történetnek a közepe, amikor már minden elindul, de még csak szikrázik. Még csak szikrázik, és én messze van attól, hogy lángra kapjon. Habár a kötet hátuljára az van írva, hogy önállóan is olvasható, tehát nem kell hozzá elolvasni a korábbi köteteket, hát szerintem ez hülyeség, ahogy van. Akkor jutnak a leginkább az itten olvasható dolgok, hogyha már az előző köteteket is elolvastad. Méghozzá azért, mert így látványosabb lesz a karakterek fejlődése. Hogy a Hadrian a kardforgató hogyan unhatja meg az állandó céltalan harcot, miért vonzó őt egy magasabb cél, hogy Alista miért döntött úgy, hogy akkor saját szakállára elkezd, már mondjuk egy nő tud szakállat növeszteni természetesen, szövetségvadászatba, ugyanis az összes korábbi szövetségkötés ugye ő rontott el a második részben. Felbukkannak régi ismerősök, új barátok, új jelenségek, és ami legjobban tetszik, az a két karakter, a két főszereplő, Hadrian és Royce köré épülő egyre erősebb rejtélyesség. Ugyanis a két karakternek nagyon sok részletet árulnak el a múltjából, hogy hol születtek, hogy nevelkedtek, úgyhogy már most sokkal többet tudunk róluk, mint amit korábban lehetett, és ez adja meg szerintem a legjobb részét a könyvnek. De van egy olyan pont ebben a regényben, ami még ennél is erőteljesebb, és ez vinítja a leginkább az, hogy a Riria Krónikák egyre inkább komolyabb vizekre elvez. Sokkal erősebb a politikai töltet. Például az egyik szál Hadrian és Royce kalandjait, meg az Arista féle ügyeskedést, meg balszerencséskedést mutatja be, addig a másik szál az Trace-nek a története, hogy ő hogyan éli meg mentálisan lerombolt császárnőként ezt az egészet, például hogyan nevezik ki a cselédlányból felfokozott Amiliát mellé, hogy gondoskodjon róla, és ő a cselédlány éri el azt, hogy a császárnő állapota javulásnak induljon, nem az erre kiképzett, külön erre tartott dajkák, meg hasonló személyek, nem. Az egyszerű cselédlány, aki alkalmazottból lett császári titkár. És érezhető különösen ki akarja magához ragadni a hatalmat, kinek mi a célja a hatalommal. Nagyon-nagyon durván kezd elkomolyodni itt ez az egész, és van egy olyan nagyon rossz előérzetem, hogy Trace nem éri meg a sorozatnak a végét, mert az ilyen szereplőket úgy általában el szokták paterolni az útból. Minden hatalomra éhes ember ugye egyedülalkodó akar lenni, és hogyha felbukkan valaki, aki lezúzhatja őt onnét, akkor hát... jön a hent. Úgyhogy nagyon aggódok ezért a szerencsétlen Trace-ért, hogy túlélje ezt az egész kalandot. És ennél a kötetnél látszik meg leginkább az, hogy Sullivan itt már nagyon élvezte az írást. Nagyon sok motívumot sikerült felfrissíteni a korábbi köteteiből, felráznia. Például annak ér, hogy a cselekmény nem eseménydús, tehát nincs állandó harc, meg minden, mint az első kötetben volt. Mégis feszes, izgalmas, és követeli, hogy olvas tovább. Tehát itt már elment rugaszkodni, merészebb lett. És a leginkább ez a cliffhangeres befejezésen látszódik. Nem akarok spoilerezni, de annyit elárulok, hogy az addig szépen felépített dolgok, amikor már úgy gondolod, hogy meg lett magyarázva minden, és már látod, hogy hova fog az egész tartani, hirtelen fordul egyet, és összezavar. És így fejeződik be a harmadik kötet.
ezt azért nem szoktam szeretni, ezt a húzást általában, mert az írók itt trollkodnak az olvasóikkal, hogy várjátok, hogy nyugodtan a következő könyvemet, ez az, utáljatok, gyerünk! De, és azért mertem ezt a kritikát most elkészíteni, mert tudom, hogy a negyedik kötet magyarul már nincsen messze megjelenésileg, mert a Smaragd vihar címet fogja viselni, és a kiadó állítása szerint visszajönnek a fantasy elegek, tehát több fantasy elemre számíthatunk. Aminek nagyon örülök, mert szerintem most ezután a politikai millió után illik is egy ilyen kicsit lazább, fantasy-sebb hangulatú folytatással feltúbozni a dolgokat, de ajánlom, hogy egy-két dolgot magyarázzalak már el benne, mert a harmadik kötet végén úgy felborzolták a kedélyemet, hogy már követelem, hogy ide ezt a könyvet. A magyar kiadás továbbra is zseniális, nagyon szép a borító, ami mindig a francia kiadást követi, ami nagyon jó ötlet volt, és hogyan Sullivan stílusa is egyre inkább fejlődik, csiszolódik, úgy a magyar fordítás is hozzáigazodva egyre jobb és ügyesebb és kreatívabb nyelvi jelenségekkel bombázza az olvasót, úgyhogy gratulálni tudok Foxnak ezért az ismételten nagyon jól elvégzett munkáért. Sokan panaszkodtak, hogy a papír most már nem olyan sárga, hanem inkább ilyen enyhén, kicsit szürkésebb árnyalattó, viszont szerintem sokkal jobb az illata, tehát beleszagolsz, és van egy érdekes illata, azt tuti. Szerettem olvasni, mert szeretek beleszagolni könyvekbe, és nagyon is jó esett ennek az illata egy-két ponton. Hasonlít a mostani galaktikás könyvek illatához. Ami nem zavar, csak feltűnt. Szóval mit lehet összességében elmondani erről a kötetről? Továbbra egy zseniális, sőt kötetről kötetre egy zseniálisabb, már ez egy nagyon eseménydús kötet volt, és még tudom, hogy nincs vége, még rengeteg ilyen kalandot át kell élni a szereplőknek, és nem bánom, és élvezem. Komolyan mondom, egyre jobban élvezem ezt a sorozatot, és egyszerűen rohadtul örülök, amiért ezt bevállalt eddig valaki magyarul. Nem is értem eddig, miért nem figyelt föl rá senki. A Fumaknak pedig köszönöm a recenziós példányt, ismét nagyon jók vagytok, srácok, de egyet üzennék nektek most az összes olvasó nevében, aki kedveli ezt a sorozatot. Ide a folytatás, de azonnal! Sziasztok! Következő kritikánk tárgya az Árnyfia című könyv lesz John Sprangtól.